Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Halimbán az elmúlt hétvégén értéknapot tartottak. Igyekeztek sok mindent megmutatni azokból a kincsekből, melyek a község jellegzetességei. Ilyen a gyógynövényekkel kapcsolatos kultúra, vagy a geológiai értékek, melyek jellemzőek a környéken. Hallhattuk a kórust, megmutatták tehetségüket a gyerekek, megismerhették a jelenlévők Sünn Miklóska meséjét is. A halimbai kórus dalválasztásaival feladatot is adott a gyerekeknek, hogyan jelennek meg a gyógynövények a zenében. Mai nap egy értéknap Halimbán, ez egy kicsi sorozatnak a harmadik állomása, ugyanis két értékfeltáró beszélgetést már tartottunk itt az ős során. Ez egy EKF által támogatott program keretében valósul meg, az értékkörök program keretében, amiben Halimba is benne van. És a mai nap az az értéknap, amikor egy kicsit számba vesszük a halimbai értékeket, azokat a dolgokat, amik nekünk fontosak, és további lehetőséget biztosítunk a vendégeinknek, hogy újabb értékekre hívják fel a figyelmünket. Az értékfalunkon hagytunk néhány üres helyet is, hogyha valakinek eszébe jut még valami, amit ő értéknek tart Halimbán, akkor oda felírhatja. Ma elsősorban a gyógynövények a zenében, a gyógynövények a teában lesznek fókuszban, illetve az épített, illetve kulturális örökségünk részei, ugye a művelődési ház, a templom, a Szalai Miklós gyógynövényes kert bemutató és oktatóközpont, a kápolna, ezek kerültek fel az értékfalunkra, illetve a Szalai Miklós szellemi kulturális öröksége, amelyre benne is van a települési értéktárunkban. Hogyan tapasztalja a polgármester azt, hogy mennyire nyitott a helyi közösség a helyi értékekre? Nagyon pozitív tapasztalat volt az előző két értékfeltáró beszélgetés számomra. Sokan el is jöttek, és el is mondták a véleményüket, hogy mi az, ami nekik fontos, mi az, amit ők nagyon szeretnek, és úgy látom, hogy hajlandóak is dolgozni azért, hogy ezeket az értékeket őrizzük, illetve hát összegyűjtsük. És egy feladat, egy verseny is kapcsolódik ehhez a mai délutánhoz. Igen, a gyerekek számára egy 5 állomásból álló kis versenyt rendezünk. 5 nyomdát kell összegyűjteniük a feladatok során. Az első feladat az mindjárt a zenéhez kapcsolódik, mert a növényeket kell felfedezniük a zenében. De a többi feladat is mind az értékekkel kapcsolatos, és aki mind az 5 nyomdát összegyűjti, az kapni fog egy kis ajándékot.
A program az Európa Kulturális Fővárosa támogatásával valósult meg, a szakmai hátteret pedig a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatósága biztosítja. A projektben 3 térség, 9 települése vesz részt. Itt ebben a térségben Nyíránc, Zalahaláp és Halimba tárja föl az értékeit és a hagyományait. Minden településen egy 2 alkalmas közösségi beszélgetés során tártuk föl ezeket az értékeket, hagyományokat, illetve megterveztük a harmadik alkalomnak egy értéknapnak a programját. Ez minden településen lezajlik most decemberig. A következő év elején ezek a térségi hármasok fognak közösen leülni, beszélgetni, jelen esetben Nyírádon, Halimba, illetve Zalahaláp, hogy minél jobban megismerjék egymás értékeiket, értékeit, hagyományait, illetve lesz egy ilyen települési séta is minden településen majd, de szeretnénk, és a következő időszakban pedig április-május-júniusban egy ilyen komplex térségi értékmustra valósul meg, ahol a különböző települések interaktív módon tudják majd ezeket az értékeiket bemutatni. Bízunk benne, hogy lesz kulturális program, kézműves foglalkozás, illetve mindaz, amit a települések szeretnének megmutatni magukról. A projekt zárása jövő év novemberében Nyírádon lesz a megyei értékünnep alkalmával, ahol bemutatjuk ezeket a fejlesztéseket, hogy mit profitáltak a települések ebből a projektből, és hát reméljük, hogy ez így a megyében is nagy nyilvánosságot fog kapni, illetve a megyén kívül is. Nagyon izgalmas a projekt, minden település máshogy valósítja meg ezeket az értéknapokat, úgyhogy biztos, hogy ezek a térségi bemutatók is nagyon jól fognak sikerülni. Szerintem egy nagyon nemes hagyomány kezdete lehet ez, és nem meglepetés, hogy éppen Halimbán kezdődik ez a hagyomány, hiszen Halimba az elmúlt években éppen arra hívta fel magára a figyelmet, hogy a pontosan számba véve a hagyományait, az adottságait, a múltját és azt a környezetet, ahol az itteni közösségek élnek, erre próbálja építeni a falu jövőjét. Nagyon tudatos építkezés, amely igényli azt, hogy az emberek minden egyes elemét a hagyományoknak elővegyék, egy kicsit leporolják, és ha kell, akkor továbbfejlesszék. Talán a legnyilvánvalóbb példája ennek éppen ez a gyógynövények, gyógyfüvek köré épült kultúra most már, ami az óvodai oktatástól kezdve az iskolai oktatáson keresztül egészen a felnőtt hétköznapokig, a felnőtt emberek hétköznapjai terjed, de mondhatjuk a geotúrákat, a környezet megbecsülését és a fenntartható turizmus hagyományainak kialakítását, mind-mind olyan elem, amely itt most a kulturális műsorban is nagyon jól megmutatkozott, és egyébként bárki, aki Halimbára látogat, az nap mint nap találkozhat ezekkel az elemekkel. Európa Kulturális Fővárosához, a 2023-as programokhoz hogyan illeszthető be egy-egy településnek a helyi értékrendszere? Mindig is az volt a célunk az Európa Kulturális Fővárosa programsorozattal, hogy a térség megmutathassa az értékeit, az itteni közösségek elővehessék a kincses tárból azokat a hagyományokat, azokat az elemeket, amelyekre ők maguk büszkék, de talán a külvilág nem ismerte meg őket kellőképpen. Most ez az értéknap ez lehetőséget ad arra, hogy itt bemutassák az értékeket, és aztán lehetőség szerint ezt a tágabb külvilágnak is. Az Európa Kulturális Fővárosa sorozat 2023-as évada, amikor egész Európa ránk fog figyelni egy kicsit, akkor remek lehetőséget ad erre.